Mike és Lee Del Briory 1971 óta támogatja a CBN-t. Tavaly eldöntötték, hogy növelik a felajánlásukat, ám egy héttel később elhatározásuk próba alá került. Mike cége biztosítási kötvényeket értékesít, és ügyfelei hirtelen felmondták a kötvényeket. A havi 2000 dollár kiesés nagy kihívást jelentett, hiszen fizetnünk kellett a ház bérleti díját, az autó fenntartási költségeit, ahogy a biztosítást és a villanyszámlát is. Rengeteg fizetnivalónk volt. Ijesztő volt a gondolat, hogy nem tarthatjuk az adott szavunkat. Sőt, emellett mindenünket elveszíthetjük. Választhatsz. Kételkedsz, vagy megnyered a választ. Én a válasz mellett döntöttem. Mike és Lee teljesítették a CBN-nek tett felajánlásokat. Rövid időn belül Mike-ot váratlanul felhívták telefonon. Évekkel azelőtt örökölt egy kisebb telket egy másik államban, most pedig egy olajtársaság bányászati jogbejegyzésére ajánlkozott a területen. Két héttel később pedig az évek óta hirdetett ingatlanukra érkezett ajánlat. Négy hónap után Isten több mint félmillió dolláros összeggel válaszolt. Leesett az állam. Mindketten ledöbbentünk. Annyira izgalmas volt. Nem győztünk csodálkozni azon, amit Isten az életünkben cselekedett. A kapott összeggel folytathatták az adakozást, és üzleti életük is rendbe jött. Ez természetes szinten nem magyarázható, ám Isten gyermekeként bizalmunk lehet abban, hogy ő gondoskodik rólunk. Tudjuk, kiben bízunk. Ő mindig velünk van, és mindig számíthatunk a segítségére. Isten mindig többet ad vissza, mint amit mi adunk neki. A pár azóta még többet adakozik, és úgy fogalmaz, az adakozás szolgálata felelősség, sőt, mi több, kiváltság. Nekem kell visszaadnom neki, hiszen az adás iránti elkötelezettségemmel oszthatom meg másokkal, hogy Isten milyen csodálatosan cselekszik.